Kötéssel a fején jelent meg a bíróságon a patikarablással gyanúsított férfi. Sérüléseit a Fejér megyei Szent György kórházban látták el azután, hogy megtámadta és gázpisztolyával rá is lőtt a vele szemben intézkedő járőrre. Birkoztunk, emberektünk. A dulakodásban azonban nem csak ő, hanem az a körzeti megbízott is megsérült, aki éppen a gyógyszertárban volt akkor, amikor a rabló belépett. Mivel az elmúlt időszakban sok hasonló eset történt a városban, és ezt a patikát néhány héttel korábban már kirabolták, a rendőrség kiemelt figyelmet fordított a rendszeres ellenőrzésre. Amikor ő észrevette, hogy nem csak a patikus hölgyek vannak, hanem más személy is tartózkodik ott az épületben, akkor fordult felém, és gyors elhatározásból azt tartottam a célra vezetőnek, hogy önvédelmi fogásokkal valahogy megpróbálja ártalmatlanná tenni, megbilincselni, elvenni tőle a fegyvert. A rendőrség egyelőre rablási kísérlettel gyanúsítja a szombaton elfogott balatonfüredi férfit, de elképzelhető, hogy több környékbeli rablás is az ő számlájára írható. A rendőrök tartózkodási helyein házkutatást tartottak kihallgatását követően, és ott minden olyan tárgyat, illetve eszközt, amely a bűncselekmény, illetve akár a bűncselekmények elkövetéséhez közük lehet, és releváns információval szolgálnak, lefoglalták. A gyanúsítottat őrizetbe vette a rendőrség, és a bíróság 30 napra előzetes letartóztatásba helyezte őt. A székesfehérvári nyomozó ügyészség pedig hivatalos személy elleni erőszak miatt emelt vádat a férfi ellen.